Köszöntök mindenkit a képernyők előtt, én Herédi Károly vagyok, a Szabadkai Szvetozár Márkovics Gimnázium magyar tanára. A mai órán át fogjuk ismételni azt, amit az alakzatokról és a trópusokról, de nyilván nem a földrajz értelembe vett trópusokról tanultatok magyar órán az elmúlt 8 évben. A mai óránknak tehát az a címe, hogy utazás stilisztikába. Mit kezdünk egy verssel, mit kezdünk egy szöveggel, hogyha azt megkapjuk, ha elolvassuk? Itt van Cirok Szabó István szabadkai fiatal költőnek az Üreges című verse. Vajon mi adja egy szövegnek az értékét? Mi az, ami fontossá teszi a szöveget számunkra? Mi az, amit kiolvasunk egy szövegből? Volt idő, amikor kizárólag ezeket a szóképeket, alakzatokat keresték a versekben, de azt kell mondani, hogy azért ma már kicsit tágabban értelmezzük a verseket, és sokkal több mindent keresünk meg a versben. Attól függetlenül én most kiemeltem ezt a metaforát a versben, hogy tüdőszárnyat két nagy kaptár, és egy nagyon szép kép, és egy nagyon szép képisége van, hogyha elképzeled magad előtt ezt a szóképet, és ez rámutat arra, hogy azért mégiscsak nagyon jó, hogyha egy versbe bele tudunk szépen nyúlni, és ezeket az alkotóelemeket, ezeket a költői eszközöket, ezeket szépen ki tudjuk bontani. Most nem olvasom el ezt az egész verset, ezt mindenkinek megadom így feladatként, lehetőségként, hogy próbálja a tüdőszárnyat két nagy kaptár kapcsán ennek a mentén értelmezni, és az Üreges címnek az összekötésével végigvenni, hogy vajon ez a metafora milyen más elemeiben jelenik meg még a szövegben. Tehát ez, hogy meg is válaszoltam a kérdésemet, ez a vers központi eleme, ez a metafora. Nézzük az alakzatokat, hogy mik is azok az alakzatok. Az alakzatok azok a retorikának az elemei, a retorika az pedig a szónoki beszéd, de ugyanígy az írásbeli szövegekre is jellemzőek, tehát a stílus, stilisztika meghatározás is illik rájuk, tehát a stílus értékük van. A szóképekhez hasonló az alakzatok is olyan eszközök, amelyek stílus hatást keltenek. A szóképektől eltérően azonban nincsen ilyen erősen ható képi elemük, mint az előző metaforában láttad, hogy ott a tüdő és a mékkas nagyon erős képisége jelent meg. Az alakzatokra ez nem jellemző, az alakzatok hatásukat másként fejtik ki, leginkább mondatszerkesztésükben, furcsa szórendjükben, ismétlésekkel, ellentétekkel dolgoznak. Ezek élénkítik a stílust, és olyan nyelvi fordulat, kifejezésmód egy alakzat, amely azzal, hogy eltér a szokásostól, hatással van az olvasóra. És ezért mondtam a retorikát, tehát azokat a szövegeket, amelyeket szónoklatként hallgatunk, mert azoknak is ez a funkciója, hogy hatással legyen, rábírja valamire az olvasót, hallgatót leginkább. Mely alakzatokról fogunk most hallani? A ellipszis, vagyis magyarul kihagyás, felsorolás, halmozás, fokozás, ismétlés, ellentét, hiperbola, vagyis túlzás, alliteráció, inverzió, vagyis megfordítás. Ezeknek a kifejezéseknek az idegen megfelelőjét nem feltétlenül kell tudni. Az is nagyon jó, hogyha ezeket fölismerjük már egy irodalmi szövegben, és esetleg meg is tudjuk nevezni, de ez egy hosszú távú feladat lesz, nem egyik napra a másikra tudjuk ezeket fölismerni. Nézzük meg, mik a trópusok. Azt már tudjuk, hogy a trópusoknak nagyon fontos a képisége. Ez is egy idegen szó, és ennek a magyar megfelelői például a szóképek vagy költői képek. Ezek a nyelvnek az olyan tulajdonságára épülnek fel ezek a trópusok, hogy a bizonyos megnevezett dolog önmagán túl valami mást is jelenthet. Tehát ez az elvont vagy átvitt értelemre épülnek, hogyha nagyon köznapilag szeretném kifejezni magamat. A szókép képszerű kifejezésmód esetében egyik fogalomról a másikra névátvitel történik. Ez azt jelenti, hogy van egy fogalmi sík és egy képi sík, ezt nevezik kettős képnek Zalabai Zsigmond szóhasználatával. Tehát van egy olyan fogalom, amit szeretnék valamilyen képiséggel megmutatni. Van egy elvon dolog, amit egyébként nehéz érzékeltetni, ezért valami képet teszek mögé, amely azt fogja megmutatni. A fehér galamb az egy szimbólum, az egy jelkép, az nagyon sok mindent jelent. Egy fehér zászló az is egy szimbólum, egy jelkép. Mind a kettő valami elvont dolog, mert a béke vagy a megadásnak a jelkép.
szerepe, és mégis egy ilyen képi, síkon, nagyon könnyen befogadhatóvá válik. Tehát lehetővé válik a trópusok segítségével, hogy elvont fogalmakat képszerűen megjelenítsünk. A leggyakoribb trópusok a metafora, hasonlat, megszemélyesítés, szinesztézia, allegória, szimbólum és metonímia. Ezeket nagyjából már azért az iskolában, általános iskolai tanulmányok során érintettétek, akár csak az alakzatokat, de most is egy kicsit fogunk velük foglalkozni. Vannak egyéb stiláris eszközök is, mint az eufemizmus, irónia és szarkazmus, amelyre az óra végén, vagyis az előadás végén szintén kitérek. Akkor gyorsan át fogunk robogni, mint egy vonat ezeken az alakzatokon. Kezdjük az ellipszissel, vagyis kihagyással. Ezek szavak vagy mondatrészek kihagyását jelentik, de a kontextusból, vagyis más szóval a szövegkörnyezetből ezt nekünk mégis kiegészíthetőnek kell vennünk, tehát akkor működik egy ellipszis, hogyha ez a kihagyásnak a helye az betölthető. A drámában vagy a balladában ez egy nagyon gyakori alakzat, gondoljatok a ballada kapcsán a balladai homályra vagy a szaggatottságra, ami erre nagyon jó lehetőséget ad. Vörösmarty Mihály Országháza című versének részlete. Csak azt tudom, hogy fújnak a szelek, csak azt tudom, hogy mint a gondolat, csak azt tudom, hogy tisztult árnya mély, csak azt tudom, hogy búsak az utak. Érezzük, hogy az első mondatunk azért nagyon szép, kifejtett, és a többi mondatnak a végéről valami hiányzik, de a szövegkörnyezetből ezt összetudjuk magunkban kapcsolni. Hétköznapi nyelven is természetesen vannak kiadások, például nem azt mondjuk, hogy jó napot kívánok minden alkalommal, hanem csak rövidítve azt mondjuk, hogy jó napot. Vagy kezit csókolom helyett, csak csókolommal köszönünk. A felsorolás egy nagyon egyszerű alakzat, tartalmi nyomatékosítás a célja, azt hangsúlyozza, hogy bizonyos értelem és érzelem nagyon összetett dolog, vagy egy jelenség több oldalú. Szerettem a szép sima köveket, nyulakszőrét, sejmes füveket, jó agyagot, fűzgaj, fehér húsát, olvastuk Szabó Lőrinc Tücsök zene című versében. Tehát látjuk, hogy itt a szeretetnek a tök bonyolultságát, vagy sokoldalúságát mutatja meg inkább, hogy mennyi mindent lehet szeretni. Nézzük meg azt, hogy a negyedik sor végén milyen költői eszköz van, ezt most külön nem fogom tárgyalni, de ezt tanultátok általános iskolában már. Melyről úgy lejön a bőr, katicák piros hátát, fekete pettyeit. Látjuk, hogy nem fejeződik be a gondolat a sor végén, hanem a következő sor közepén, és a mondat is, látjuk, hogy a vessző is csak a következő sor közepén van. Ezt úgy nevezzük, hogy áthajlás, ezt is az alakzatok közé sorolja valaki. További alakzat a halmozás, és égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak. Ez ugyanolyan funkcióval rendelkezik, mint az előző alakzat, megint nyomatékosít valamit. A fokozás viszont már egymás következő szavak, kifejezések, amelyekben érzelmileg vagy értelmileg valamilyen többlet van, tehát mindig valahogy emeljük a tétet ezekben a szövegekben, rálicitálunk az előttünk állóra, és ennek az a legfontosabb funkciója a fokozásnak, hogy meggyőzzön valamiről. Én szívem, lelkem, szerelmem, idvezd légy, én fejedelmem. Látjuk, hogy mennyire komolyodik a szív, lélek, szerelem, majd fejedelem, tehát már a fölötte való uralkodásnak a képe jelenik meg itt ebben a versben, és itt természetesen nagyon szépen működik, elhisszük, hogy ez egy nagyon erős érzelmi kötelék. Az ismétlés egy nagyon egyszerű alakzat, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom, nem nagyon kell itt magyarázni, a hangok szintjén is ugyanúgy megjelenhet, nem csak a szavak szintjén. Én városom, én szülőszép szabadkám, az S háromszor egymás után is S betűvel kezdődik. Ezt úgy nevezzük, hogy alliteráció vagy betűrím, ezt is mindannyian tudjátok már általános iskolából. De lehetséges egész sorok ismétlése a refrén esetében, és általában ez a versszövegnek a tételmondata, vagy egy nagyon fontos gondolata, azt hangsúlyozza, hordozza. Petőfi Sándor nemzeti dalából az esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk a refrén. Az ellentét is egy nagyon könnyen fölismerhető alakzat. Ezt akartam kérni, de önök felállottak, és én leborulok a nemzet nagysága előtt, ez egy Kossuth Lajos beszéd, tehát amikor mondtam, hogy a beszédek is nagyon fontosak, mert hogy használják az alakzatokat. Tehát Kossuth Lajosnak a 48-as forradalom idején elmondott beszédében a felállottak, és leborulok egy ilyen ellentét.
Ez azért hatásos, mivel tudatunknak nagyon gyorsan át kell váltani, egyik végletből a másikba, feketéből fehérbe. És ez nem csak a lírában látjuk, hanem a szónoklatnak is egy nagyon fontos, hatásos eszköze. De a himnusz, Kölcsey Ferenc himnuszában is vannak ellentétek. Várálott, most kőhalom, kedv, öröm röpkedtek, halálhörgés, siralom zajlik már helyettek. A túlzás vagy hiperbola szintén hatásos alakzat. Itt nagyon szépen leírja a stílus eszközök és alakzatok kis lexikon, hogy mi is ez. Ez a stílus eszköz a felhevült lelkiállapot szülötte, amelyben már nem elégszik meg az ember a fogalmak, jelenségek közönséges valódi mértékével, hanem felnagyítja, túlozza azokat, sokszor egészen a határtalanig. Például, ha valami keveset ér, azt mondjuk helyette, hogy egy fabatkát sem. A nem megfelelő fűtött szoba jéghideg. Nagyon gyakran hajlamosak vagyunk a hétköznapi életünkben is túlzásokra, dramatizálni az életünk eseményeit, és akkor ilyen hiperbolákat alkalmazunk. A hétköznapi kommunikációban mondjuk azt, hogy, vagy hát a netes kommunikációban ezt a betűszót, a rolling on the floor, vagy valami hasonló lehet, talán ti jobban értitek hozzá. Tehát azt jelenti, hogy valaki nagyon hangosan nevet a földön, szinte földön hempereg, annyira jól szórakozik, tehát ez is egy ilyen túlzás, vagy az, hogy 1000 éve nem láttalak, ez is egy ilyen hiperbóla a túlzás. Arany János Toldiából egy túlzást, hiperbolát hoztam, hárman sem bírnátok súlyos buzogányát, paritjaköveit, öklelő kopjáját, elhűlnétek látva rettenetes pajzsát, és kit a csizmáján viselt sarkantyúját. Ez is egy túlzás, ez nem annyira esik a túlzásokba, de azért az, hogy hárman nem bírnak és súlyos buzogányt fölemelni, az már valamit jelent. Az inverzió vagy megfordítás egy alakzat, egy leginkább a szórend felszerelésre kell gondolni, például itt Adi esetében egy állítmány kerül a mondat elejére. Ettem életemet én nyomorult pőre, néha Dózsa-Györgyre, néha csak egy nőre. Adi Endre, hát imígyen sírok című versében. Most már rátérünk akkor a trópusokra, metaforákra, talán ezek kicsit bonyolultabbak, mert több elemből állnak, tehát ahogy említettem, van egy képiségük és egy fogalmi síkjuk. A metafora az az alapja minden trópusnak. Ez két dolog, és az egyik általában itt elvont, közös tulajdonságának hasonlóságán vagy hangulati egyezésén alapuló összehasonlítása. Éppen ezért mi a hasonlításról beszélünk, a hasonlattá tudjuk alakítani a metaforát. Nézzük a kiemelt metaforát ebből a verslészetből. A lélek tarka trópusi növény. Tehát a lélek tarka trópusi növény nem nagyon kell magyarázni, nem nagyon kell elemezni. Konkrétan azt mondja Rakowski Zsuzsa, hogy a lélek egy tarka trópusi növény, egyenlőségjelet tudunk tenni, kiegyenlítünk két dolgot egymással, és ezt úgy tudnánk hasonlattá alakítani, hogy a lélek olyan, mint egy tarka trópusi növény. A metaforát nagyon jól le tudjuk ellenőrizni, hogyha hasonlattá alakítjuk. A második trópusunk akkor természetesen a hasonlat lesz, ez egy hasonlaton alapuló szókép, de nem egyenlítjük ki, nem azonosítjuk a két dolgot egymással, mint a metaforában, hanem itt a hasonlító és a hasonlított valamilyen módon találkozik, érintkezik egymással, és így a hasonlított könnyebben elképzelhetővé válik. Formailag a mint vagy az akár kötőszavakra ismerhetjük fel elsősorban, de más kötőszavakat is használunk természetesen. És ezt a semmit öltöztetjük át, mint jobb sorsot megért próbababát, olvastuk László Noémi kirakat című versében. Hangulat átadására is alkalmas természetesen a hasonlat, tündöklít, mint a gondolat maga, a téli éjszaka. Ez József Attila, Téli éjszakák című verse. Nézzük a megszemélyesítést. A megszemélyesítés azért relatív könnyen fölismerhető, de közel áll a metaforához. Elvont fogalmakat vagy élettelen tárgyakat, természeti jelenségeket élőként mutat be, érzelmekkel vagy cselekvőképességgel ruház fel. A hétköznapi életünkben ebből is nagyon sokat tudunk hozni, de most Juhász Gyula Ex Libris verséből hoztam egy példát. Könyvek közül, ha alkonyati fényég, és szelíd fájtával száll a csendes est, és a tiszta tükrén mélázik a kék ég. Tehát száll az est és mélázik az ég, ezek könnyen felismerhető megszemélyesítések.
A szinesztézia az egyszer egy betegség is, ez érdemes utána olvasni, milyen betegség a szinesztézia, de trópusként, szóképként ez két érzékterületet összekapcsoló szókép. A liladal, bársonynesz és keserű érintés esetében látjuk, hogy a lilánál a látás, a dallal a hangzás, bársony, tapintás, nesz, hangzás, és így tovább tudjuk ezeket összekapcsolni. Az is érdekes a trópusokban, hogy eddig mindig líra szövegeket hoztam, vagy egy szónoki szöveget az alakzatoknál, de ugyanúgy megjelenhetnek próza szövegekben is. Kruszowski Dénes, akik már nem leszünk sosem című regényéből egy mondat. Ám a megszokott zúgás leszámítva vattás puha csönd töltötte be a félhomályos folyosókat, s legfeljebb a rosszul érintkező neoncsövek egy-egy pislantása jelezte, hogy az idő nem állt meg teljesen. Az, hogy vattás puha csönd, az egy szinesztézia, mert puha vattás az a tapintás érzékére hat, a csend pedig a hallásra. Az allegória az viszonylag bonyolult, vagy nagy trópus, de rokona a megszemélyesítésnek. Ez is egy eszme vagy egy elvont fogalomnak az érzékelhető képben való megjelenítése, de itt az a jellemző, hogy egy egész művön végighalad, tehát itt az eszme és a kép megfeleltetése következetesen végigvonul. Petőfi Sándor föltámadott a Tenger című versében, ha visszatudtok erre emlékezni. Hosszú lenne most ezt újra elolvasni és elemezni, de hát tudjuk, hogy ez a föltámadott viharos tenger maga a nép, hogy a hajó, ami fent ringatózik, az az uralkodó osztály, amely dobál a forradalomnak a vihara. Tehát ezeket nagyon szépen meg tudjuk egymásnak feleltetni, és ezek a kis képek egységbe állnak össze aztán. A szimbólum vagy jelkép egy, hát megint csak relatív könnyen felismerhető trópus, ugyanis a közmegegyezésen kell, hogy alapulnia, leginkább akkor tudjuk ezeket a szimbólumokat felismerni. Itt is ugyanaz a definíción körülbelül, valamilyen eszme, érzés, elvont fogalom, érzéki jele. Tehát a jele az a jelkép, és mesék is már tele vannak jelképekkel, úgy tudjuk értelmezni ezeket a jelképeket. De az étköznap életünkben is tudunk példákat hozni a jelképre, hogy mit kell jelképez a gyűrű, tudjuk, hogy az örök hűségnek a jelképe, a fekete ruházat a gyásznak a jelképe, és számos ilyen hasonló szimbólumot tudunk találni. Nagy László kiviszi át a szerelmet című versében, pedig árulkodó, hogy a szimbólum nagybetűvel van írva, és nagyon gyakran ezek a szimbólumok például Adi verseiben is nagybetűvel kezdődnek, és mivel azok nem közmegegyezéses trópusok, ezért onnan fogjuk felismerni őket, hogy ezek szimbólumok vagy jelképek. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt, és kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. De azért érdekes ez a vers, mert itt a szerelem egy elvont fogalom, és aminek a jelképe ebben az esetben a költészet, itt szintén elvont fogalom, tehát két elvont fogalmat használ, hogy egy jelképet alkosson. A metonímia az névátvitel, ez egész bonyolult és nagy kategória, nem fogjuk mindegyik részét kifejteni. Az a fontos benne, ez nem hasonlóságon alapul, mint a metafora, hanem valamilyen térbeli, időbeli, okokozati vagy anyagbeli érintkezésen, kapcsolódáson mentén születik meg. Ilyen anyagbeli érintkezési metafora, vagy metonímia, bocsánat, nincs egy vasa sem, tehát nem azt mondjuk, hogy nincs semennyi pénz, hanem nincs egy vasa sem, mivel a vas a pénz vasból készült, ezért helyettesíti az anyagbeli érintkezés során ez a metonímikus képben a pénzt a vas. Időbeli érintkezés esetében azt mondhatjuk, hogy a 21. század vívmánya a közösségi média, de természetesen a 21. századi ember vagy társadalom hozta létre ezt, de az időbeli fedik egymást a 21. század és az emberek, akik kitalálták ezt, így tudjuk használni metonímikusan. És ugyanígy ezekre sok-sok példát tudnánk keresni. Nézzük az egyéb stiláris eszközöket is. Az eufemizmus az a szépítő kifejezés, amikor nem azt mondjuk, hogy meghalt valaki, hanem hogy eltávozott, megpihent, nyugalomra tért, stb. Nagyon sok ilyen van. Ezek szépítő kifejezések, ennek van egy ellentéte is, ami a durva szövegeknek a szókimondását jelenti, és az is előfordul az irodalmi szövegekben, az iskolában ritkábban találkoztok vele, mint az eufemizmussal.
Az iróniát mindannyian ismeritek, ugyanis egy olyan gondolatalakzat, vagy szóalakzat, amellyel mindig az ellenkezőjét akarjuk közölni, mint amit kimondunk. Tehát mindig a kimondott ellenkezőjét fejezzük ki. Petőfi Sándor azt írt Arany Jánosnak. Told itt most olvasom hatodszor, csak ugyan nyomorú férc mű, még vagy hatszor elolvasom az idén, hogy silányságát minél jobban fölfogjam. Tehát nem azért olvasunk el 12-szer egy szöveget, mert annyira utáljuk, hanem azért, mert annyira nagyra tartjuk. Tehát itt Petőfi Sándor az iróniával él, és az iróniát nagyon könnyen föl tudjuk ismerni. A szarkazmus az már durva és sértő maró gúny, és ez szélsőséges, nagyon bántó, keserű formája, de mégis azért a kortárs szövegekben is találkozhatunk vele, vagy a reneszánsz idején is fogtok olyan szövegeket olvasni, amelyek ilyen szarkasztikusak. Nézzük, hogy melyik szókép uralkodó a következő dalszövegben. Ez nagyon egyszerűen fölismerhető. Nyújtózkodik az úzmara, megdermed az idő, elcsitul a jelen és megnémul a jövő. Hát a megszemélyesítésnek ezek az iskola példái. Ebben a versrészletben pedig egy nagyon szép metaforát találunk, mert minden rím ismétlem lelkesülten, és hangokból szőtt háló a világ. Az, hogy a világ egy hangokból szőtt háló, ez ennek a versnek, a versrészletnek a metaforája. Egy olyan verset hoztam itt a végére, amely hatodikban olvastatok, Radnóti Miklós Éjszaka, és ebben nagyon sok ilyet találunk, én ki is emeltem már őket, hogy ne kelljen keresgélnünk. Látjuk, hogy alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom, arra már rájöttél, az egy megszemélyesítés. Az, hogy alszik és éber, alszik és fölkel, ezek egymásnak ellentétei, tehát alakzatok. Az, hogy láng és hideg, az egymásnak ellentéte, szintén ellentét alakzat. De az, hogy a hold egy hideg éreg az égen, tehát a két dolgot azonosítja egymással, az egy metafora. Az, hogy lopni lopakszik, az egyszerre ismétlés is, és alliteráció is. Tehát az alliteráció is egy ismétlés fajta, tehát kétfajta ismétlést találunk itt. A nyár és az ősz pedig mindkettő jelképe szimbolizál valamit, és tehát ebben a versben szimbólumokat és jelképeket is találunk. Itt vannak a fontos idegen kifejezések, amelyeket érdemes ismerni a jelentését, használni elég, hogyha a magyar megfelelőjét használjátok. Tehát a trópus az szókép vagy költői kép, az alliteráció betűrím, a szimbólum jelkép, az ellipszis az kihagyás, hiperbola túlzás, inverzió megfordítás, metafora, szinesztézia, allegória és metonímia pedig olyan kifejezések, amelyeknek nem nagyon van magyar megfelelője. Ezek nélkül nem tudunk szöveget elemezni. Köszönöm szépen a mai órán a megtisztelő figyelmet, és találkozunk a következő órán.